Össze tudjátok 5-5 mondatban foglalni, hogy mit ígért a választóknak Donald Trump, mit fog ő hozni, milyen lesz Amerika, és mit ígért Kamala Harris. Ugye Trump mit mondott? Azt, hogy neki fog menni Kínának, védővámokat fog kivetni, egyébként Európának is, tehát a védővámok azok majd ránk is vonatkozni fognak. Milyen más ígérete volt még Trumpnak? Bevándorlás, deportálni depor fogjuk, igen, a bűnözés visszaszorítása. Harrisnek milyen, mi, milyen nagy ígérete volt? Még azért visszamennék, hogy az a fő szlogenről azért ne feledkezzünk meg, az a tegyük Amerikát újra nagyjára. Ugye most itt van Magyar Péter, aki úgy tűnik, hogy neki elhiszik valamiért az emberek azt, hogy tud változást hozni, vagy ha nem is hiszik el, akkor egyszerűen úgy vannak vele, mint a Trumpra szavazó, úgymond bizonytalanok, hogy hát mindegy, ő az ellenzéki, legyen változás. Ez viszont privát. A Klasszis Lapcsoport podcastja. Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez a Klasszis Média, ez viszont privát című műsorának 26. adása. Mindenek előtt hadd kérjem meg önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és üdvözlöm a beszélgető társaimat, Kovács Angel Mariant és Bozsó Pétert. Üdvözlöm önöket. Üdvözlöm Önöket! Én itt Dániel vagyok. És hát ezt az adást csütörtök délelőtt vesszük föl, és hát nem nagyon lehet mással kezdeni, mint ami ked, magyar idő szerint kedd éjszaka és szerda reggel történt. Az az, hogy Donald Trump váratlanul fölényesen besöpörte az amerikai elnök választást. Nektek milyen volt szerda reggel felébredni? Szerda reggel én fél ötkor kezdtem nagyjából a munkát, ugye kis Hát Háttérinfo nagyon hajnalban kezdjük általában a munkát, hát ha nők választás van még annál is sokkal korábban, akkor már lehetett látni. Ugye akkor még lehetett azt mondani, hogy az inga államokban valami megfordulhat, de hát miután mondjuk Pennsylvániából megjöttek az eredmények, már elég egyértelmű volt, engem meglepetve bevallom. Nem azért, mert drukkoltam bárkinek, hanem azért, mert előtte jó pár olyan hírt és fámérést lehetett olvasni, hogy Harris fog nyerni, ha szűken is, de ő fog. Én nem tudom, ezt a közvélemény összesítő oldalt követtem az amerikai választásokkal kapcsolatban. Ott azért azt jósoltak egy nagyon picit ugye Trumpnak kedvezett ez a sok felmérés összesítése. Úgyhogy én azt vártam, hogy Trump fog nyerni, de úgy, hogy szoros lesz a küzdelem. Ami számomra is meglepő volt, többször fölkeltem éjjel, hogy megnézzem, hogy mi az eredmény, hogy úgymond simán Hozta az összes ilyen ingadozó államot, ami szerintem így meglepő volt. Mondjuk korábban azt is lehetett hallani, hogy azért vannak úgymond idézőjelben rejtőzködő Trump szavazók, tehát hogy a közvélemény kutatóknak a Trump szavazók kevésbé nyilatkoznak őszintén, mint a, a, a demokraták. Tehát, hogy van-e esetleg egy ilyen ilyen rejtett tartalék, amiből Trump építkezhetett. Tehát mondjuk az a része, ami még szerintem nem teljesen lefutott, nem tudom, hogy megvannak-e a kaliforniai eredmények, hogy az úgynevezett populáris szavazáson, tehát hogy kire szavaztak többen, ott ugye az előrejelzések szerint a Harrisnek kellett volna, vagy ő győzne, de úgy tűnik, hogy ott is Trump elhozta a hát, primet. Tehát ez teljesen meglepő volt ez a része számomra. Hát igen, azért szögezzük le, hogy ez ez történelmi léptékű győzelemnek számít, hogy hát lehet, hogy ez még nem teljesen vérgeges, de tehát azt 50 fölött van Trump az összes szavazatot tekintve, és 47 valamennyien állt Harris, tehát nem hiszem, hogy ez megfordulna. És hát ilyet utoljára George Bush csinált republikánus elnökként, tehát ugye az amerikai választásnak ez a sajátossága, hogy nem kell az, az a szavazat többsége ahhoz, hogy valaki elnök legyen, de Trumpnak szavazat többsége lett, és azért azt is szögezzük le, hogy ugye most ezzel egy, ez, ez is történelmi esemény, hogy egy elítélt bűnözőt választottak amerikai elnökké, egy elítélt bűnözőt, aki egyébként ugye adócsalási, meg egyéb ilyen ügyekbe is. Tehát, hogy azon kívül, amit elítélték, amiért elítélték, még azon kívül is ugye vannak súlyos Ügyei szexuális zaklatás, abúzus. Tehát, hogy ez megtörtént tényleg, hogy ez az ember, ugye, az is durva lett volna szerintem, hogy, hogy egy, egy ilyen nagyon szűk, az inga államokban pár száz szavazattal elhozott győzelmet arat, de hát ő az amerikaiak többsége, és ezt ki kell mondani, hogy jelenleg az amerikaiak többsége őt akarja az ország élén látni. Hoztam nektek egy, egy ábrát. Szerintetek ez mit ábrázol? A fölsőt érdemes. A fősőt. A fősőt. A fősőt. Először a fölsőt. 54, 54, 54, 44? Igen. Hát szerintem, hogy én arra tippelnék nemek közötti megoszlás. Bingo. Már hogy az amerikai választók közül a férfiak Trumpot részesítik előnyben. Még a nők között ez nem így van. Itt van a feliratozott változata is, majd betesszük linkbe a YouTube videó alá, ott majd meg lehet nézni. Tehát az történt, hogy ugye össz, az, a teljes népség, népességben a férfiak 44%-a szavazott. ugye ezek poll exit, alapján, tehát nem 100%-os biztonságú adatok, de azért nagyjából, lehet követni, tehát 44% szavazott Heriszre és 54% Trumpra, a nők körében meg pontosan fordítva 54% Heriszre és 44% Trumpra, és akkor vannak ilyen, tehát a, a, a fehér nők körében egyébként Trump nyert, a latinó, tehát spanyolajkú nők között már sokkal erősebb volt Harris, és ami nagyon durva, hogy a fekete nők között egyébként 92%-ot kapott Harris, és 7%-ot Trump, de hogy elsősorban rád nézek, Maja, hogy, hogy lehet ezt úgy értékelni, hogy az amerikaiak nem szeretnék, hogy egy nő mondja meg nekik, hogy mi legyen? Nem tudok nyilatkozni, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor felhoztam, hogy vasárnap ment ki nálunk is egy anyaga arról, hogy, hogy Donald Trump orális szexet imitált egy nyilvános kampány eseményen egy mikrofonnal. És én feltettem nektek a kérdést, hogy ez miért szimpatikus? Volt a Grab the Pussy ügy, ez miért szimpatikus? Miért szimpatikus az, hogy bíróság előtt kimondták, hogy fizetett egy volt pornószínésznőnek azért, hogy ne beszéljen a közös ügyeikről, és ezt elszámolt a jogi költségként. Miért szimpatikus ez? Egyébként megdöbbentőek az arányok, nekem nőként egyáltalán nem szimpatikus, nekem nőként egyáltalán nem szimpatikus, hogy a nőkről beszél, ahogy a saját feleségéről beszél. Egyébként abban szerintem van változás, mint hogyha az utóbbi időben kedvesebben viszonyulna Melania a Trumphoz, és nyilvánosan is sokszor dicséri őt. De ezt viszonozni nem Én Én azt gondolom, hogy, nem. hogy talán nem annyira nemek, tehát hogy a kérdés az, hogy a gazdasághoz hogyan fordulnak oda a nemek. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy gazdasági okai vannak annak, hogy a Trump nyert. Nem az, hogy ő milyen csúnyán beszél, milyen ocsmány ügyei vannak, hanem hogy Kamala Harrisnek nem voltak átélhető, elfogadható gazdasági ígéretei. Vagy vitatkozzatok velem, mert egyszerűen nem mi oldalról ezt szerintem nem lehet megközelíteni. Bocsánat, az, hogy ilyen nagy a különbség a nemek között, az, az azért magyarázható Trumpnak ezzel a macsós viselkedésével. Ez, lehet ezt macsósnak nevezni? Hát Ö, ő, én e -e -e jó, el tudom képzelni valamit. Jó, de meg, hát ebben benne van. Nem az a szimpatikus, hogy így viselkedik, hanem hogy ő áthágja az Igen, íratlan játékszabályokat, és hogyha általános elégedettség van, aminek ugye az egyik tényezője lehet gazdasági, akkor az emberek hajlamosak, hogy nem ezeknek, akkor népszerű lehet valaki olyasmivel, aki ezeket a határokat nyilvánosan áthágja. mondjuk magyar példára, hogy a G napot tudnám felhozni, hogy mennyire szimpatikus mondjuk Simicska Lajos, és mondjuk hányan örültek annak, amikor Orbán Viktort így minősítette. Tehát az lehet szimpatikus, hogy úgymond az uralkodó elitnek valamilyen szinten bemutat azzal, hogy olyan dolgokat mond, amit nem szabadna, úgy viselkedik, ahogy nem szabad, és ezzel, tehát inkább őt egy ilyen stand-up komédiennek, vagy egy showmannek látok, és ebben, ugye ezzel elérhet egy népszerűséget, tehát például, mint töm, a valóság is sokan nézik, és ott sem a mondjuk a politikai korrektség a, a nyilvánvaló. Nyilván, hogy ehhez kell egy olyan háttér, hogy legyen egy elégedetlenség, amit meg lehet így lovagolni. Az a női kártya, ez már a Hillary Clintonnak sem jött be. Tehát valamiért az van, hogy nem az történik, hogyha van egy női jelölt, akkor a nők, a fehér nők nagy számban leszavaznak rá, Hát ez is egy olyan, hogy azért, mert valaki mondjuk nő, ezért minden nőnek rá kell szavazni. Ez így szerintem nem lenne helyes, mondom, mert, mert hanem azért kéne rászavazni, mert valami miatt. Tehát, hogy ami nem abból fakod, fakad, ami ugye egy úgymond külső tulajdonság. Tehát, hogy mondjuk egy elnökben az az egyetlen értéke, mondjuk, hogy milyen a bőrszíne, akkor az, az nem biztos, hogy egy politikai dolog. Tehát amit mert, ő, Oké, okay, ebben teljesen igazad van, de a, azt, azt azért baromi nehéz megérteni, hogy ne azért szavazzanak rá, mert, mert ő nő, meg mert színesbőrű, hanem, a, hanem a, a programja miatt, de hogyha van egy másik jelölt, aki, aki kifejezetten megalázza, megsérti a nőket, rasszista beszólásai vannak, tehát megalázza, megsérti a feketéket... A, Soha nem látott mennyiségben szavaztak a, 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 a latinok, a spanyol anyanyelvűek Trumpra. Tehát majdnem kiegyenlítődött az arány, miközben, mit tudom én, négy évvel ezelőtt valami 70%-ba vitte el Biden Trump ellenében, vagy a demokraták, a republikánusok ellenében a, a latinó szavazatokat. Tehát hogy ez egyszerűen érthetetlen. Én ezt Mi, nem tudom te, megérteni. Miért kellett volna a szavazni? Tehát hát. szerintetek ő egy jó jelölt volt? Tehát nem az történt, hogy egyszerűen szintelen volt, lehet, hogy egy jó szakember. <laughs> <Szerintem> mondtál, <laughs> egy, 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 picit fakó volt, valljuk be, mint Donald Trump, nem ütötték át a falat a nagy gazdasági ígéretek, legalábbis nagyon hozzám nem jutott el, hogy, hogy mit ígért. Ugye szerintem a Biden sem tudta az ígéreteit beváltani. Hány vicces történetet tudtok most Kamala Harrisről elmondani, vagy érdekes történetet, vagy bármit? Tehát, hogy, hogy megragad-e az emberek agyában úgy, mint Trump. Akkor is, hogyha. Szóval, Izé, Trump az de nem jó, biztos, akkor hogy a, de akkor a jó módon... ez lesz a politikai jövője, hogy, hogy vicces, nagyotmondó tök a tartalomtól teljesen függetlenül sértő határokat áthágott hogy akkor csak ez történik, mert... De most ezt egy olyan országban kérdezed, ahol német Szilárdnak a Facebook oldala abból áll, hogy pacal teszik. Jó, igen, de azért német, azért német Szilárd nem miniszterelnök, és pláne nem amerikai elnök. Azért az durva lenne, lássuk be. De de, de, hogy itt de... dolgot szeretnék. Egy -e a női vonalhoz még azt tenném hozzá, hogy vannak olyan női szereplők, vagy lehetnének, ugye az Amerikai Egyesült Államokban, akik népszerűek, például Michelle Obama. Tehát, hogyha egy ilyen típusú női jelölt indult volna, aki, hogy mondjam, saját jogán népszerű, és nem csak azért, mert nő, akkor szerintem lett volna neki esélye. Tehát nem, én nem feltétlenül azt mondanám, hogy ez kifejezetten így a nők ellen szólt. Visszatérve a szerdő reggelre, csak hogy én ugye még nem mondhattam el, hogy én egy kicsit elaludtam, őszintén szóval korábban akartam kelni, és, és szembesülni a, az eredményeket, de így már gyakorlatilag amikor én fölkeltem, akkor el volt döntve, és ugye ez, ez sokkolt szinte mindenkit, hogy, hogy még nem is csak a, nem is az van, hogy akkor ott számolgatni kell, meg minden, hanem gyakorlatilag az volt, hogy lehet, hogy hetekig nem lesz eredmény, és, és teljesen simán. És akkor ez a félálomban fél ezzel szembesültem, és akkor a, nem tudom, hogy nektek szokott-e ilyen pillanat lenni, hogy amikor így megkérdőjezzel mindent, amit így gondolsz a, a világról, hogy akár nekem így, a, a magyar viszonyok szokott, közben is szokott, vagy kapcsán is szokott ilyen lenni, hogy mi van, hogyha, ha tényleg nekik van igazuk? Tehát, hogyha ha tényleg Orbán Viktor a, a, a legjobb miniszterelnöke ennek az országnak, aki lehetne, vagy, vagy, mi van akkor, hogyha, ha nem tudom, tényleg a, a, brüsszeli elnyomás áldozatai vagyunk, és Soros György meg a, irányítja a világot a háttérből, és, és, és el akarja tiporni a független európai nemzeteket. Szóval hogy ne, nekem ez egy ilyen pillanat volt, hogy, hogy igaz, nem volt már ez akkor, tényleg nem volt akkor a meglepetés, de ez, hogy tök simán letarolta az országot. Volt egy, utána CNN-t néztem így a háttérben, így, ugye egész nap elemezgették az adatokat, és mivel ugye nem volt igazi izgalom, ezért ilyen kis apróságokat szedtek elő, és akkor volt egy, volt egy ábra, amin azt mutatták, hogy mely ilyen választókerületekben javított Trump a, a 2020-as eredményeihez képest. És ott nem volt ilyen, hogy nagyvárosvidék, mit tudom én, ilyesmi, az egész ország gyakorlatilag most, gyakorlatilag egész Amerika térképe piros volt mindenhol minden minden választói csoportban és aztán mentek végig hogy a fiatalok, az első szavazók a, a városokban ugye ar korábban ugye azt lehetett gondolni hogy ugye a vidéki tanulatlan, iskolázatlan, mit tudom én mondjuk ki hogy, hogy a, hogy a rednek bunkók ugye hogy na majd azok azok leszavaznak Trumpra és akkor ezek ellen ugye a városi e, művelt és, és nem tehát megvannak ezek a különbségek, de iszonyatosan csökkentek ahhoz képest, ami mondjuk nem csak a Biden-Trump, hanem, hanem, az előző, tehát a Clinton-Trump, amikor, amikor Trump nyert, ahhoz képest is javított javított Trump. Volt egy másik oldala is, hogy szerintem talán ugyanitt mutatták, hogy hol javított Kamala Harris a Joe Biden eredményhez képest, és hát, hogy mondjam, elég üres volt a kép, tehát e, a választó lebontva is e, gyakorlatilag sehol sem. Most visszatérve, tehát, hogy, Szerintem a, a, a Trumpot kedvelők szeretnének ezzel a sztereotípiával szembeszállni, hogy ők a vidéki bunkók, és akkor vannak az értelmes városi emberek, akik ugye a demokratákra szavaznak, és ők. Tehát ez, a, ami mondjuk itt a kampányban, ez a szemét kérdésként jött elő, hogy ugye Joe Biden mintha szemétnek vagy hulladéknak minősítette volna. A, a, white a trash, ugye? Nem? Igen, tehát a... igen. És ugye ezt rá is játszott erre Donald Trump, ugye ilyen szemetes kukás autóba beült egy ilyen sárga mellénnyel, hogy erre még rá. Tehát ez az érzés, tehát ezek az emberek ilyen szempontból megalázva érezhetik magukat, tehát a másik oldalon, és akkor azt szeretik hogy mi bemutatunk akkor nektek, tehát mint mondjuk annak idején, ugye Csicsolina is bekerült az olasz parlamentbe, de nem hiszem, hogy ugye a politikai nézetei miatt, ugye volt neki. Ugye Pedig ő mit tudott volna csinálni egy mikrofonnal? Mi? Tehát, hogy én, én azt is érzem, hogy így ez a, bemutatunk nektek című. Igen, de pont ezt mondom, hogy ez, ez biztos, hogy benne van, és nyilván ez egy ezt sokan elmondták, ez Magyarországon is sokan elmondják, hogy hiba hülyének nézni a választókat, ne, ne nézd le, a, tehát ez, hogy azt mondani, hogy csak a hülyék, csak a tanulatlanok, nem tudom, csak a buták, csak a tájékozatlanok szavaznak egyik vagy másik jelöltre, hogy ez, ez iszonyatosan nagy hiba, de itt nem ez történt, itt az történt, hogy a, akik lenézik a, a, a másikat, úgymond, azoknál is érezhetően és egyértelműen feljött rám. Ez döntött el, de, vagy lehet, hogy nem ez döntött el a választást, de ezt tette ilyen elképesztően simává. Csak egy kicsit így a startvonalhoz visszaállva összetudjátok öt-öt mondatban foglalni, hogy mit ígért a választóknak Donald Trump, mit fog ő hozni, milyen lesz Amerika, és mit ígért Kamala Harris? Most vizsgáztatsz? Nem, szerintem érdemes ezt megnézni, mert ha öt, ez az öt mondat az, ami így eljut egy átlagos választóhoz, szerintem, aki nem foglalkozik nagyon mélyen elemzésekkel, hanem csak azok a legfőbb üzenetek, ami alapján lesz egy benyomás arról, hogy A vagy B. Ugye Trump mit mondott? Azt, hogy neki fog menni Kínának, védővámokat fog kivetni, egyébként Európának is, tehát a védővámok azok majd ránk is vonatkozni fognak. Pennsylvania azt hiszem pont egy ilyen megfordult állam, egy volt ipari terület. Gondolj bele, annak, aki ott él, azt látja, hogy bezárnak a gyárak. Ez egy nagyon jó ígéret. Azt mondani, hogy ide nem jöhet be külföldi, az iparunkat felvirágoztatjuk. Milyen más ígérete volt még Trumpnak? Bevándorlás, Bevándorlás? Depor deportálni fogjuk. Igen, a bűnözés visszaszorítása. Igen. Harrisnek milyen, milyen, nagy ígérete volt? Én még azért visszamennék, hogy azért a fő szlogenről azért ne feledkezzünk meg, az a tegyük Amerikát újra nagyját. Tehát ez az, amiből ezek a, mondjuk következnek ezek a mondjuk másodlagos. Tehát ez a, ez a, fő. És ebbe a fő ugye szerintem itt ez az újra. Ez az, ami, ami hathat. Tehát, hogy, és a, tehát mondjuk ugyanez hasonló volt ugye a Brexitnél, Angliában, hogy ez az újra, tehát a régi nagyságot visszanyerni, és ehhez keresni ugye a támogatást. Tehát ebben benne van az, ugye, ami a nagyobb kép, ugye, hogy hogyan alakul ugye a világgazdaság, Amerika helyzete az egész világban, és itt azért az tapasztalat, hogy, hogy a verseny, tehát mondjuk, mint a Kína részéről, tehát vannak, van egy feltörekvő nagyhatalom, amelyik bizonyos mutatókban utoléri, esetleg le is hagyja az Egyesült Államokat, államokat, tehát mondjuk, amit úgy szoktak fogalmazni, ugye most így összesen, hogy az egypólusú világrendszer, vagy többpólusú világrendszer felé haladunk, ennek vannak ilyen következményei. Oké, okay, akkor mi egy, volt egy, Kamala Harris csak igérete, egy, ami csak, átment? Bocsánat, csak ehhez annyit, hogy CNN exit Amerika legjobb napjai a múltban vagy a jövőben voltak -e? ez volt a kérdés, és az e szerinti megoszlások, aki szerint a múltban, az 31 ban szavazott Harrisre, 67 ban Trumpra, és az arány, aki szerint a jövőben, az 69 Harris, és 40 Trump, tehát ez a, a múlt a múltban a révedés, vagy ez a, az elveszett múlt, és mondjuk ehhez egyébként kapcsolódik a, tehát, igen, de és ehhez egyébként kapcsolódik az, amit mondtál, hogy ugye Trump ez a... Amikor még szabadott ugye nem tudom a nőket megmarkolni, amikor még szabadott kimondani azt, amit tényleg gondolunk, amikor még szabadott bunkónak lenni, hogy legyünk, legyünk ilyen. Tehát, hogy ehhez is kapcsolódik, tehát ez egy ilyen nosztalgikus dolog, és akkor... Én csak a kérdést tettem fel. Tehát, hogy, 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 hogy sikerült-e úgy kommunikálni a Harrisnek, hogy ez tényleg átmenjen egyszerű, tömondatok szintjén? Mert Trump azt mondta, baromi volt csinálta. Megvédelme az amerikai gazdaságot. Ide külföldi áru nem fog bejönni, a mi gyáraink fognak termelni. Jö, de szerintem harris is voltak olyan alapvető üzenetei, ami, aminek, amiknek rezonálni kellett volna, vagy, De rezonálta? vagy rezonáltak is valamennyire, tehát ugye például az abortusz kérdés, és akkor itt ugye megint föl lehet hozni a nő-férfi, amit az előbb. Ez az egyik, ugye a másik például a, a demokrácia megvédése, és ez egyébként tök érdekes, hogy hogy a azt is megkérdezték ezekben az exit pollokban, hogy ezt mennyire tartják fontosnak az amerikaiak, hogy veszélyben van-e a demokrácia. És az derült ki, hogy egyrészt ezt elég fontosnak tartják az amerikaiak, nem annyira fontosnak, mint a gazdaságot meg a, az ilyen, a, ilyen dolgokat, de elég fontosnak. Viszont Trump hívei ugyanannyira veszélyben érezték a, a demokráciát, mint Harris hívei. És emiatt ugye hiába beszélt valószínűleg erről Harris, hogy hát itt, itt, itt veszélyben van a demokrácia, mert ezzel mozgósította a, a másik oldal oldalhíveit is, akik hát hogyha így kívülről nézzük, és nyilván nem vagyunk sem szakértők, sem minden tudók, de hát azért mégis azt mondanád, hogy hát azért talán Trumptól egy kicsit nagyobb veszélyben van a, az amerikai demokrácia, de, de a választók nem így gondolták, ez egy ilyen közhely az amerikai választásoknál, hogy it's the economy stupid, tehát hogy, minden, hogy lehet bármilyen ilyen szimbolikus kérdésekről beszélni, vagy ilyen elvi, morális, bármilyen dologról lehet beszélni, de igazából egy dolog számít a gazdaság. És, és, itt, és az az érdekes, hogy az amerikai gazdaság minden mutató szerint felívelő szakaszban van, tehát az, amit a Biden adminisztráció csinált, meg úgy általában a világgazdasági folyamatok, azok, hát főleg, hogyha mondjuk Európához nézzük, vagy Magyarországhoz, de ezt majd később, tehát hogy hogy jó irányba mennek a dolgok, de az, de az derült ki ezekből a felmérésekből, hogy ezt nem érezték az amerikaiak, tehát ők azt érezték, hogy magas az infláció, minden drágább, ők nehezebben élnek meg, és ennyi. És hogy igazából, és innentől kezdve semmilyen, tehát, és nekem itt volt az a, ez az élményem, hogy, így nem, hogy egyszerűen nem értem a, a, világot, hogy tényleg ennyire rohadt egyszerű lenne, hogy teljesen mindegy, hogy egy beteges hazudozó, egy elítélt bűnöző, egy, egy, egy láthatóan egyébként most már ugye a demencia felé is erőteljes lépéseket tevő Ember teljesen mindegy, egyszer, egyszer ennyi leszavazunk, hogy ha úgy érezzük, hogy kevesebb krumplit tudunk venni a boltban, akkor bemegyünk és leszavazunk tök mindegy, hogy kire. Hát szerintem ez egy erős leegyszerűsítés lenne. Az egyik az, hogy az átlagok ugye lehetnek mondjuk olyan, ami mondjuk nő, de hogy ennek mondjuk milyen a megoszlása, az egyáltalán nem mindegy. Tehát, hogy például nő a, a mondjuk a legtehetősebbek és a leglecsúszottabbak közötti különbség, illetve hogy mondjuk a, a középen hogy a középosztály alján, hogy érzik meg. Ugye? De jó, de... Tehát ugye, amit most mondjuk, mondjuk átlagbér, ugye a magyar példát veszük, hogy egy idő után nem csak az átlagbért, hanem az úgynevezett mediánbért is, ugye közli a statisztikai hivatal, tehát amely bér alatt van ugye a bérből és fizetésből bérből tömegének a fele, a másik fele pedig fölte és akkor láthatjuk ugye, hogy mondjuk ez a mediánbér, ez alacsonyabb, mint az átlagbér. Tehát ha mindig ha az átlagot hozzuk, akkor nem biztos, hogy megragadjuk ezt a dolgot, ami mondjuk a többségét befolyásolja. A Na háztatban. jó, e, e, be teljesen igazad van, de ki volt az a jelölt, aki, aki azt mondta, hogy el fogom törölni a, a, gyakorlatilag az összes szövetségi adót, Trump. Ki mellé be a, a világ első, második, leggazdagabb embere, Elon Musk, akinek a egyértelmű, érdeke, és mindig is arról beszél, hogy minél kevesebb adót fizessenek a gazdagok, és ki volt az a jelölt, aki ennek a nagyjából az ellentétét nyilván amerikai szinten, tehát nem arról volt szó, hogy akkor most ilyen svéd adórendszert akart bevezetni, Harris, de hogy hát ő beszélt arról, hogy igenis az a gazdagoknak többet kéne adózni, tehát elvileg kibeszélt arról, hogy hogy az egészségügyi ellátást, ami ugye a demokraták programja most már Obama óta, óta, hogy egy kicsit elérhetőbbé tenni. Tehát pontosan elvileg ezekhez a, a, azokhoz a rétegekhez, akiket nem érint, akik kimaradnak ebből a gazdasági fejlődésből, azokhoz beszélt elvileg Harris, és, és mi történt? Semmit nem. De mondjuk, ha azt is nézzük, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a korábbi időszakokhoz, tehát például az előző nemzedékhez, vagy az azt megelőző nemzedékhez, hogy mondjuk azt élik-e meg többen, ugye, hogy nekem jobb, mint mondjuk az apám nemzedékének volt, és az apám nemzedékének valamilyen szempontból jobb, mint a nagyapám nemzedékének, tehát így értve, hogy mondjuk tudnak-e lakást vásárolni, autót fenntartani, stb. Szerintem ebben van az, amiben azt érzi a lakosság többsége, ahogy esetleg ugye az ő lehetőségei, tehát hogy az amerikai álom valamilyen szinten oszladozóban van, illetve annyi még kézzel fogható az az inflációnak a, a, az alakulása. A, a republikánus szavazók is úgy érzik, hogy veszélyben van a demokrácia, és itt szerintem az X körül kiarakult vita az, ami lényeges, tehát hogy ugye van e cenzúra, Kell -e ezeket a, a, a platformokat valamilyen módon moderálni, vagy mindenki azt mond, amit akar, és akkor itt ugye föl lehet vetni, hogy ezek azok a területek, ahol úgy mond, manipulálni lehet a közvéleményt, esetleg külföldről, innen-onnan. Tehát itt egy nagy harc bontakozott ki, és szerintem ilyen szempontból érezhették úgy a, a Trump szavazói, hogy veszélyben van a demokrácia, hogy a szólásszabadság van veszélyben, vagy tehát hogy ez lehet tett az a dolog. Tehát itt ugye be kell említeni a fősodró médiának is a szerepét. Tehát, hogy mintha a, ezek az új típusú kommunikációs felületek hogy a régivel állnak harcban, és mondjuk a régi az a, a demokratákhoz húz, az új az pedig esetleg nem. Magyarországon is van gazdaság, bár már nem biztos, hogy látszik a oldról is, Szóval, hogy elég durva adatok jöttek ki az elmúlt, hát az elmúlt héten, és aztán ahhoz képest még ezen a héten is. Hát itt ugye gondoljunk arra, hogy ugye a gazdasági növekedés ugye negyedéves alapon már a, a, ugye a második és harmadik negyed évben is csökkent, ugye, ami technikai recessziót jelez. Ugye az ipari termelésben is most egy olyan szám jött ki, ami ugye csökkenést mutat, és hát ezek ugye távolról sem azok, amelyek ugye a kormány megfogalmazott, igen, jól emlékszem, 3-6 százalékos hosszú távú növekedési potenciál, tehát nem ebbe az irányba halad a gazdaság, és akkor ugye a költségvetésnek is olyan a helyzete, hogy ugye burkolt formában nem kimondva, ugye megszorításokra kényszerült a kormány, nem jönnek az Európai Unióból megfelelően a források, tehát egy nagy beszűkülésről, tehát kisebb a torta. Ezt lehet mondani, és a kilátások sem túl rózsásak, illetve ugye meg lehet említ, hogy milyen mondjuk a gazdaság szerkezete, mennyire vagyunk hozzá kapcsolva a német gazdasághoz, ahol gondok vannak, és ugye a fő kérdés az, hogy ebben a helyzetben mi a teendő. Tehát, hogy mit tud tenni a, a kormány, a, mondjuk a, azzal is, hogy a választások ugye még ugye, nincsenek túl közel, és mindig ugye láthattuk, hogy a kormányzat a választások előtt hajlamos arra, ugye, hogy amit említettél Amerikában, hogy a gazdaság, <laughs> tehát, hogy akkor egy kicsit úgy, hogy mondjuk később ezt annak meg lesz a fekete levese, tehát, hogy így beavatkozzon a gazdaságba, tehát helyzet van, én úgy gondolom. Össze is köthetjük a, az Egyesült Államok beli választás eredményével, mert ugye a, a gazdasági Eredményeinkben benne van az akkumulátori a visszaesése. Ugye nagyon sok lapot tettünk fel erre, és úgy tűnik, hogy egyelőre nem kapkodják el ezeket az elektromos autókat annyira, amennyire kellene. Ugye még nem nagyon tudjuk, hogy konkrétan ezek a védővámok mit fognak jelenteni, lesznek-e egyáltalán Amerikában. Megütheti a kínai piacot is, az európai piacot is egyébként, és mi az autógyártásnak vagyunk részben nagyon kitéve. És itt nem csak a nagy gyárakra kell gondolni, hanem vannak kisebb magyar cégek, akik, nem tudom, egy csavart szállítanak be, vagy egy kis bármi alkatrészt, ezek kisebb cégek, de belülük nagyon sok van, és ők is ennek a táplálékláncnak a részei, és ők is nagyon megjárhatják, hogyha itt még nagyobb felfordulás lesz a mostaninál. Hát igen, tegnap szerdán ugye azt lehetett látni, hogy hát az amerikai tőzsde az az kilőtt, bár egyes elemzők azt mondták, hogy ennek egy jó része az, az abból adódik, hogy egyszerűen annak örülnek a, a befektetők, hogy, hogy, hogy eldőlt a dolog, tehát nincs egy bizonyt, nincs több hetes bizonytalanság, nincs Polgárháború. mit tudom én, nem tudom. Ugye Washingtonban a, a Bendrazewski Anton Banki most ott egy konferenciás Facebookra tett föl ilyen képeket, hogy, hogy már Napokkal ezelőtt ledeszkázták a, a, a Fehér Ház, meg a Kapitólium körüli üzleteknek a kirakatait, meg kordonok vannak ki, meg minden. Tehát azért elég keményen készültek arra, hogy ebből gond lesz akármelyik irányba is esetleg, hogyha nagyon szoros megvitatott lett volna, és ugye ez képest ugye, tök jó ilyen szempontból, tehát ugye az amerikai tőzsde kijött, és az európai tőzsde is elég jól emelkedett, egy, egy kivételre az autógyártók részvényei voltak elég kemény mínuszban, nem tudom, hogy ma mi a helyzet, de hogy ugye, és mire építette föl Magyarország a gazdaságának, hát most nem akarok százalékokat meg ilyesmit mondani, mert nem tudnék, de hogy Hát az autógyártók, és azon belül is ugye az elektromos autógyártás lenne most az igazi nagy jackpot, hogyha beütne, és hát az aztán az aztán mindenhol. Hát nem tudom, én, én ezzel kapcsolatban azt gondolnám, hogy ennek is ö, inkább politikai oka lehetett. Tehát, hogy mondjuk a magyar német ö, kapcsolatokban ez egy ütőkártya lehet Orbán vagy lehetett Orbán Viktor kezében. Tehát, hogy mondjuk az európai politikában bizonyos ö, Követelményeknek nem felelünk meg, de van egy olyan terület, amivel Németországot mondjuk kiszolgáljuk, és egy, ezek mondjuk a nagy autógyárak azok, amelyek adott esetben ugye oda szólhatnak, hogy bizonyos politikai intézkedéseket ne tegyenek meg mondjuk a magyar kormány ellen. Tehát ennek lehet az autóipar kifejlesztésének, különös tekintettel ugye a német autógyárakra lehet egy ilyen összefüggése is. És akkor te most konkrétan azt mondod, hogy Orbán Viktor egy ilyen, hogy mondjam, ilyen zsaroló levélként, vagy ilyen, Igen, ezeket ilyen. eltette a szívbe, hogy, hogy ha nagyon ugráltok, akkor izé itt a, nem, inkább pozitív, a, a, akkor... én inkább ez a mézes madzak típusú, tehát, hogy ezek az autógyárak itt jól jártak, Okay. Ja, és akkor, akkor ők megkapják ugye a mézet a madzagon, akkor a másik oldalon ugye, amikor akkor ott legyen valami elnézőbb. Ugye ez mondjuk az Európai Néppárton belül volt, akkor még ugye a Fidesz, tehát ebbe a pozícióba ez, ez így hát jobban jó, ez ez, ez Tehát, hogy nem egy tudatos fejlesztés, hogy mondjuk az autóipart kiszámolták, hogy ott lehet a legjobban Magyarországnak előnyes a többi, hanem inkább ilyen politikai indítatást látok az egésznek így az elindulásában. Azt gondolnám, hogy a gazdaság az egy olyan dolog, amiben úgy kéne számolni dolgokat, tehát hogy, hogy egy ilyen politikai játszmában felhasználni egy ország gazdaságát ilyen for, bármilyen formában, az egy, egyrészt nagyon felelőtlen, másrészt Hát elég rémisztő. Tani, ne legyél állnai. Kifizetődő. A, illet, bocsánat. Azon, bocsánat, az el lehet azon gondolkodni, hogy a politika van a gazdaság mögött, vagy a gazdaság a politika mögött, de hát ezek összefüggenek. Hát jó, de most, most akkor nagyon Lehet úgy tudni, látszik... hogy Merkel azért nagyon védte Orbánt, hogyha emlékszel. Tehát mindig volt egy védőernyő. Igen, ez tény. Ez tény, tehát lehet, hogy működött a dolog. És innen ugye, hogyha már az autóipar, ugye a hagyományos autóipar válságban van, akkor milyen irányba lehet kilőni, akkor jöttek be ezek az akkumulátorok, mint a mondjuk a lehető legegyszerűbb megoldás. Ugye ezek olyan gyárak, amelyek ugye adott esetben környezetet szennyeznek, stb. De úgy gondolom, hogy ha elég nagy a beruházás, akkor itt a megfelelő pénzösszegek mozognak mindenfelé, tehát hogy a beruházás mérete igen is számít. Tehát nagyban kell gondolkodni, mert akkor van -e, ugye a megfelelő tehát Alko Alkotmányos költségek is ja, megfelelő nem, helyre nem, nem, mennek, vagy? Valami, tehát vagy a kompenzációs, tehát nem feltétlenül ugye, amit láttuk, anyagi kompenzáció, belekerültünk ebbe az autóipari, hát nem csak, hát ebbe a, a, helyzetbe. De van ugye a kormánynak most szerintem egy új lapja, ez pedig a hadipar. Tehát mondjuk a Rheinmetall vállalat ugye Magyarországon egy beruházó, és olyan dolgokat termelünk, ugye, amit jól el lehet adni. Tehát itt meg megint a, itt meg a béke meg a békemissziós kerülünk egy kicsit szembe, hogy akkor ki, hogyha most Trump tényleg ugye arról volt hogy 24 óra alatt elhozza a békét, még mielőtt hivatalba lépne. Ez <laughs> tudtom, de lehet, hogyha mire kimegyünk a stúdióból addigra, mert be fogják jelenteni, hogy Zelenszky megadta magát, tudom én, de hogy nem történt meg, de hogyha ugye beköszönt tényleg újra a nagy béke, akkor, akkor mire nem lesz szükség? A fegyverekre. És hát azért ez az autóipar dolog is, hogy akkor, tehát ez, ez nagyon úgy néz ki, hogy nem jött be, és akkor az bejöhet, hogy hogy többször is kötötték Trump győzelméhez a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeit. Ugye Orbán Viktor maga azt mondta, hogy ugye tavaly azt mondta, hogy 2024 lesz a növekedésével, 2023 az infláció elleni küzdeleméve volt, 2024-ben kilövünk, hát ez most nem jött be, és most ugye arról van szó, hogy 2025 lesz a, a növekedés éve, de ez bejöhet. Én nem erre számítok. Amiben még próbálnak előrelépni, az ugye az építőiparnak a tüzelése, tehát azért lesznek kollégiumépítések, építések szociális bérlakások azért próbálják segíteni a lakásépítéseket, mert azért ilyen lehet sokat beszélni az autóiparról, de ami még nagyon húzta a gazdaságot, az az építőipar. Lehet mondani azt, hogy jaj, miért épültek a stadionok, nyilván tudjuk, hogy kiképítették, mennyiért építették, de hogy ezek nagyon sok embernek munkát adtak. Az építőiparnak, ami nagyon sok embernek a munkahelye, jobb fizetéseket biztosított, mint akár tíz évvel ezelőtt. Ez senki számára nem titok, hogy mi történt az építőiparban, hogy mennyit keres most egy villanyszerelő, egy vízvezetékszerű. Ez azért van, mert hogy ugye a nagy állami építkezések lekötötték az erőforrásokat, és akkor felmentek az árak mindenhol. És sok olyan embernek munkát biztosítottak, akik amúgy nehezen találnának maguknak állást mondjuk megfelelő képzettség hiány. Itt most nem a szakmunkásokra gondolok, hanem mondjuk a segédmunkásokra. De javítsatok ki, hogyha tévedek, de ugye az építőipar az, az tök jó dolog, hogy amikor épülnek a dolgok, tehát pörgeti a GDP-t, uh -huh. adóbevételek, mit tudom én, de hogy hát azért egy elkészült épület az ugye zömében nem termel pénzt, hanem hát vagy semleges ilyen szempontból, vagy bíz, nem. Tehát, hogy mondjuk egy stadion fenntartása, hogy egy ilyen példát mondjak, tehát ugye ez azért nem olyan, mint mondjuk egy autógyár, ami hogyha bejön, akkor tényleg ugye utána de ki nem. tudja kinek, de valakinek jó, de hogy. Hát, szóval, hogy ezzel azért hosszú távon nem nagyon lehet nyerni. Nem hosszú távra gondolkodnak szerintem. Tehát, hogy bocs, de amíg négy évente vannak választások, nem is kell húsz évre előre gondolkodni. Lehet önteni a pénzt az építőiparba, lehet vele pörgetni a számokat. Ugye kérdés, hogy miből? Ugye most nincs az pénz, amit rá tudnak önteni a gazdaságra. Szerintem bőven elég, hogyha az idei évet, 25-öt még kihúzzák. Ugye ott van még mindig a hitelek kérdése. Ott van a hatalmas kínai hitel. Semmi nem akadályozza meg őket abban, hogy felvegyenek még egyet, még egyet, meg egy, még egyet. Ha pénz kell, azt lehet szerezni. A kérdés az, hogy kinek kell majd is milyen áron visszafizetni. Hát igen, azért egyszer, egyszer bedől egy ilyen piramis játék, és akkor ugye, hogy vissza, kicsit megint visszakötve, ugye, hogy Amerikában ugye végül is azt mondtuk nagyjából, meg nyilván egyszerűsítés, meg ilyesmi, de hogy az emberek rosszabbul érezt, úgy érezték, hogy sokkal rosszabb a gazdasági helyzetük, és leszavaztak az ellenzékre, és, hogy, és azért nagyon úgy tűnik, hogy, hogy, most Magyarországon is elég, eléggé úgy érzik az emberek, ugye ehhez kapcsolódik, hogy kijött a mediánnak egy olyan szempontból, hogy talán kicsit szerencsétlenül időzített felmérése, hogy, hogy az amerikai elnök zajában, bár azért, azért így is természetesen mindenki beszélt róla, és lehozta, tehát ugye ebben most a, a biztos pártválasztók körében 46-39-re vezet a TISZA a Fidesz előtt, miközben ugye egy-két hete arról beszélgettünk, ebben a műsorban, nem pont ebben az összetételben, hogy, hogy, az, hogy egy ilyen döntetlen közeli eredményt hoztak ki ugye bizonyos kutatóintézetek, hogy ez mekkora a dolog. Aztán jött is gyorsan a, a, kormány közeli intézeteknek a válasza, amiben 8-10 százalék körüli Fidesz előnyt mértek. És hát most itt a medián, amit azért azt hiszem, hogy talán mindenki a, a legmegbízhatóbb és a leg, ha lehet ilyet mondani, egy pártatlanabb uh, magyar közgőlemi kutatónak gondol, és hát ők ezt mérték. Ugye a teljes népességben egyébként 34-32 csak a, a, a Tisza előnye, de hát azért ez is elég durva. Hát a gazdaság. Valószínűleg érzik. Valószínűleg bemennek a boltba, és azt látják, hogy a fizetésük nem emelkedett olyan mértékben, mint amennyivel több pénzt hagynak a boltban, mint amennyivel több pénzt kér a fodrász. Na jó, de ez így volt azért... Jó, igen, talán két, 2000... Én azt hiszem, igen. hogy, hogy most éred be az, hogy hova vezet a forintnak, mondjuk azt, hogy az infláció és nem az elinflálása. Most fáj eléggé, valószínűleg. Hogy itt, itt már nem elég plakátolni, itt már nem elég Brüsszelre mutogatni, mert most már nagyon fáj sokaknak. Hogyha megnézzük ezt a medián felmérést, én arra emlékszem, hogy a fiatalabb korosztályokban a Tiszának a, a vezetés az jóval nagyobb, mint az idősek között. És akkor mondjuk itt... Csak a, mondok számot a... hozzá, csak az, a, tehát 58-11 a legfiatalabb korosztályban, és 21-50 a Fidesz javára a legidősebbek körében. Tehát egy gyakorlatilag abszolút többséget szerezne a, a Tisza a fiatalok körében, tehát 50 fölött teljesítene bőven, és a, és a legidősebbek körében pedig fordítva, tehát a Fidesz még mindig 50 körül van. Tehát itt mondjuk a magyar álom, milyen a magyar álom? Tehát ha mondjuk van két fiatal családot szeretné, szeretne mondjuk egy lakást vásárolni, és tegyük fel, hogy mind a ketten tanárok. Mondjuk ez az én szüleim esetében, ugye még az antivilágban ez egy Opció volt, tehát ők tudtak úgymond semmiről egy lakótelepi lakást szerezni, de mintha ez most a mai fiatalok esetében ez egy olyan dolog, amit nem nagyon elérhető. És ugye itt vagyunk az Európai Unióban, és erre mondjuk van lehetőség, ha egy kicsit mondjuk nyugatabbra a mennek, tehát van összehasonlítási alap akár a környező országokkal is ugye, ami azt mutatja, hogy mondjuk a, egy előző nemzedékben elmondhattuk azt, hogy Magyarország a legvidámak barak, ugye, a keleten, tehát mondjuk a cseszlovákokhoz, vagy az endékásokhoz képest, vagy a lengyelekhez, románokkal összehasonlítva, ugye, mi relatíve jobb pozícióban voltunk. De most, hogyha összehasonlítjuk, ugye, mondjuk Horvátországban a 970 euróra emelkedik ugye a minimálbér, ugye nálunk ez egy hosszabb távú cél, hogy az ezer eurót elérje, vagy hogyha arról hallhatunk, ugye, hogy a keleti ország részből nagyváradra járnak át a magyarok dolgozni, mert hogy ott jobban megtalálják a számításukat, akkor ez a relatív pozíció, ez leértékelődött. Tehát, hogyha a fiatalok nem látják azt, hogy úgymond jó irányba halad az ország, tehát hogy nekik nem is az, hogy sokkal jobb lehetőségük legyen, mint mondjuk a szüléknek, de legyen valamilyen, ez beszűkült, és emiatt is, tehát hogy nem csak az, hogy konkrétan mondjuk a tavalyi évhez, vagy a tavaly előtti évhez képest ugye kevesebbet tudok vásárolni, hanem ezek a távlatok is, mintha mondjuk különösen egy a fiatalok esetében nem léteznének. Illetve mit mond most ugye a kormány, hogy nem csak úgy általában építenek, hanem hogy lakhatási válság van. Ugye ezzel ugye Budapesten is, ugye a budapesti ugye ellenzéki önkormányzattal szemben is felép, de ez egy valós probléma. Tehát a kormány eljutott oda, hogy valami valós problémával kell foglalkoznom. Tehát... Valós probléma volt az előző országgyűlési választások idején is, tehát már akkor is volt lakhatási válság. Akkor még a Fidesz, ha jól emlékszem... Minden korcsoportban vezetett. Tehát, hogy valami, valamire ráébredtek most a fiatalok, valami borzasztóan bántja őket, és azért ne felejtsük el, hogy amikor most beszélünk, most megy a, a gazdaságról szóló nemzeti konzultáció, hát pontosan tudja a Fidesz, hogy mi fáj. Hát azért van ez az egész konzultáció, azért kapjuk a leveleket, hogy azt üzenjék, hogy lesz pénz, mert mi mindenkitől elfogadjuk. Tehát lehet, hogy Orbán Viktor most Pesgőt bontotta, ahogy ígérte, hogy Trump győzelme esetén, bár arról volt szó, hogy a Karmelitában fognak Pesgőzni, de ugye Kirgizisztánban volt azért, ez is, egy, ez is egy igen szimbolikus dolog, hogy éppen Kirgizisztánban a türk tanács ülésén tartózkodott az amerikai elnök választás idején, de hogy ez a Pesgő az egy kicsit keserű lehet, mert mert amit pontosan azok, amiket beszéltünk, az azt mutatja, hogy azért egy bizonyos szinten túl, tehát nyilván Magyarországon azért más a, ha már itt tartunk a demokrácia állapota, mint, mint Amerikában, de azért egy bizonyos szinten túl úgy néz ki, hogy nem elég. Szimbolikus kérdésekről, tehát amit te is említettél ma, hogy a brüsszelezni, meg minden ilyesmiket behozni, hogy nem elég, mert ha az emberek szarul érzik magukat, akkor le fognak szavazni, és ugye most itt van Magyar Péter, aki, a, 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 aki egy valós alternatívát úgy látszik, bár az ő gazdasági programját sem ismerjük még túlzottan kidolgozva, de hogy azért úgy tűnik, hogy neki elhiszik valamiért az emberek azt, hogy, hogy ő, hogy, hogy ő tud változást hozni, vagy ha nem is hiszik el, akkor egyszerűen úgy vannak vele, mint a Trumpra szavazó é. úgymond bizonytalanok, hogy hát mindegy, ő az ellenzéki, legyen változás. És ugye ezért is érdekes, hogy lesz most ez az időközi választás, ugye a Tolna megye kettes kerülve, Dombóvár központtal, ugye, ahol, ahol a, a Potárpi Árpád sajnálatos halála miatt megüresedett egy, egy képviselőhely, és Magyar Péter most bejelentette, ő is egyébként ügyesen a amerikai elnökválasztás reggelére, tehát szerda reggelre időzítve, hogy, hogy nem indulnak el ezen. Kicsit ez olyan érdekesen csapódott le bennem. Egyrészt az való igaz, hogy egyetlen képviselővel, frakció nélkül mit csinálnának a parlamentben. Az is igaz, hogy, hogy nem igazán tudnának a Fidesz kétharmaddal mit csinálni. Másrészt azért most már nem is arról van szó a medien felmérés szerint, hogy a legerősebb ellenzéki párt, hanem hogy a legerősebb párt. Köszönöm. És mégsem indítanak senkit. Ez egy picit fura nekem. Én azt gondolom, és lehet, hogy nincs igazam, hogy nem találtak megfelelő embert hogy még nem épült ki megfelelően esetleg a vidéki hálózat, hogy lehet, hogy már jól működnek ezek a Tisza szigetek, de még nem tudtak kiemelkedni olyan személyiség, akik, személyiségek, akikkel lehetne számolni. Nekem egy picit ez ilyen maszatolás ízű magyar, magyarázat volt, de veszekedjetek velem nyugodtan. A e Dombóvár, ez egy ilyen különösen rossz hely a, a Tiszának. Egyrészt egy ilyen nagyon durván fideszes környék, de másrészt ráadásul a, 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 az ottani tisza két ilyen tisza volt, mind a kettőt fel kellett oszlatni, az egyiknek volt polgármester volt, de minden nem menjünk bele, de az a lényeg, hogy ott az egy ilyen különösen rossz hely. A másik meg az, hogy hát nem tudom, én, én itt megint Megint előjönnek ez, hogy a, most a morális, vagy a, szóval, hogy a helyes dolgot tesszük-e, vagy a politikailag kifizetődőt. Tehát azt, azt gondolnám, hogy igenis a, a magyar ellenzék saját maga által, meg most már a választópolgárok által, a miniszterelnök által is kikiáltott vezető, egyértelmű vezetője Magyar Péter, ugye? Tehát neki. Azt gondolom, hogy az lenne a helyes a kötelessége, vagy nem tudom, hogy, hogy igenis, ha van egy alkalom, van egy választás, akkor ő álljon oda, nem ő személyesen persze, hanem a pártja álljon oda, és méresse meg magát, és derüljön ki a választók akarata, adjon valós lehető. Ugye azt, azt mondta Magyar Péter, hogy ők nem indulnak, és arra bíztatta az embereket, a saját szavazóit nyilván elsősorban, hogy ne is vegyenek részt ezen a választáson. Hát mi ez ugye, hogyha nem a demokráciának egyfajta ilyen megcsúfolása, hogy, hogy inkább lépjünk vissza. Miközben ugye vannak olyan ellenzéki személyiségek, mondjuk Ákos, akik azt mondják, hogy hát ez az egész egy média, és semmi értelme. Lehetne ezt mondani, de Magyar Péter nem ezt mondja, ő azt mondja, hogy 2026-ban választásokon le fogjuk győzni a Fideszt. Tehát elfogadja implicit módon, hogy hogy itt van tiszta, úgymond tiszta választásokon, le lehet győzni ezt a kormányt, hogy a parlamenti munkának van. Értem, tehát ezzel elfogadja a kereteket, és mégis, amikor neki kellemetlen, akkor, akkor hátralép innen. Ezzel szemben politikailag tökre megértem a dolgot, és azt mondom, hogy valószínűleg helyesen teszi, hogy minek belemenni egy olyan meccsbe, ami, ami, ami biztos, hogy ki fog kapni, és, és ahelyett, hogy mondjuk a medián eredményeit nézegetni az ország, ahelyett majd arra lehet mutogatni, hogy hát, de hát Dombováron, na ott kiderült, hogy 66 kal nyert mondjuk a Fidesz, és hát nincs itt semmi látnivaló, köszönjük szépen, menjenek haza. Hát igen, mert hogy milyen lehetőségei vannak. Tehát lehet, hogy elméletileg ugye ez jó lenne, de amit Maja mondtál, hogy szerintem nincs megfelelő ember, aki mondjuk ezt a feladatot úgy el tudná vinni, hogy ott nyerni is fog. Tehát szerintem káder hiány van még a, a Tisza párban, ami ugye olyan szempontból veszélyes, hogy akkor boldog-boldogtalan jelentkezik, és akkor ugye ebből ugye nehéz kiszűrni, hogy ki az, aki vállalható. Ezt el tudom fogadni, hogy annyira fiatal párt, gondoljunk már bele, hogy itt hihetetlen eredményeket értek el, még így is. Még egy picit fura De is szerintem többes még számban. Szerintem pártnak is igen, váltat, olyan olyan fura, nevezni több, is egy erős túlzás szám, tehát... hogy ez Egyelőre, tetszik-nem tetszik, ez egy van show. De ugye a kérdés az, hogy rendben, nem indulnak el. Hogyan kommunikálom a választóim felé? Mi az én ígéretem? Az, hogy nem nézlek téged hülyének, és elmondom azt, hogy igen, most itt nem indulunk, mert nincsen megfelelő jelöltünk, vagy elkezdek úgy elkommunikálni, úgy elfilozofálgatni én el tudom fogadni, hogyha valaki a másodikat második mellett dönt, de hogy, hogy nem, nem volt már egy picit elég ebből, vagy nem tudom, nekem már kezd egy kicsit csömöröm lenni. Tehát melyik politikus az, aki, aki egyenesen kommunikál? Én is úgy lennék vele, hogy, hogy egyébként csak ezt, ez, ez annyira megragad bennem, és annyira, hogy most muszáj elmondanom, hogy a, szintén ebben a CNN-es műsorban az egyik elemző, egyébként demokrata párti, de, de szerintem ez nem befolyásolja azt, amit mondott. Ugye pontosan ilyen dolgokról volt szó, hogy akkor most a, így a politikai kommunikáció, úgy a ilyen üzenet, olyan üzenet átmegy ilyen választói csoportban. És akkor ez a volt őt, ugye az ő idejük szerint, azt hiszem hajnali fél ötkor egy iszonyatosan durva a pofáncsapás után, amit ugye, mint Harris szurkoló úgymond, vagy támogató elszenvedett, és akkor azt mondta, hogy jó, lehet ezekről a dolgokról beszélni, de de hogy abba gondoljon bele mindenki, és hogy ő ezért nem érti, hogy a keresztény amerikaiak például miért szavaznak ilyen nagy számban Trumpra, hogy, hogy abba gondoljon bele mindenki, hogy szeretné, hogy a gyereke egy olyan emberré nőjön föl, mint Donald Trump. És, hogy, és hogy, hogy szeretnénk, hogy a gyerekünk magyar Péterhez hasonlóan kommunikáljon, vagy Orbán Viktorosz, hogy ezekbe azért. Tehát, hogy oké, okay, hogy mi az, hogy politikai kommunikáció, meg, meg milyen stratégiák, meg nem tudom, de hogy azért valahol mégiscsak működnie kéne egy ilyen alapvető, ilyen erkölcsi, meg iránytűnek, nem? Vagy, vagy hogy így. Szerintem éppen ez a válság jelenség, hogy azért szeretik, mert hogy kilép ezek között a keretek közül. Tehát, hogy, hogy azt mondod, hogy olyan legyen, mint ne legyen olyan, mert bűnöző, stb. Ez azt jelenti, hogy ugye szeretnénk, hogyha ezeken a keretenken belül maradnánk. És van, akiknek mindenből elegük van, és hogy dőljön össze az egész, tűjön el ez a vezetőréteg, mert én nagyon rosszul érzem magam. És ez, ez az, ami most itt más. És hogy miért nem volt ez eddig így, szerintem itt azért, amiről még talán nem beszéltünk, hogy globális folyamatok is vannak olyan tekintetben, hogy megváltozik az egész iparnak, a gazdaságnak a, a szerkezete, nem csak itt területi átrendeződésre gondolok, hogy kína vagy más országok, hanem például itt van mondjuk a mesterséges intelligencia, vagy például itt van mondjuk a, a, az éghajlat változás, és hogy ezek mind már kezdenek megjelenni valamilyen módon, és ez feszültséget okoz. és Ez az a feszültség, ami ilyen módon kerül kifejeződésre. De ez mondjuk ne lehet, hogy nem egy négy éves folyamatnak kell volna valami hosszabbnak, tehát vagy már rég rossz irány, mondjuk, mit tudom én, a Biden kormányzat falnak vezette ilyen szempontból ugye az országot, és hogy ennek van egy ilyen következmény, és ez mindig a fennálló ellen irányul. Tehát a, Magyarországon az Orbán kormánya fennálló, tehát most ő ellene irányul az elégedetlenség. Tehát én látok így egy ö, olyan párhuzamot, hogy mindig a fennállót próbálják megbuktatni a jelenlegi helyzetben. Igen, de hogy akkor erre az a válasz, tehát hogyha ha az előző például nem tettek semmit az éghajlatváltozása, akkor, akkor tegyünk valakit, szavazunk meg valaki olyat, aki kifejezetten tagadja a klímaváltozás jelentőségét. Hogyha ha azt, ha azt mondjuk, hogy a, a, fennálló politikai rendszer, a politikai elit hazudik nekünk, megvezet minket, kihasznál minket, nyomorba dönt, a, 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 akkor, akkor azt az embert, aki, aki pont... De, aki szépen, szépen nem értem. Hát vagy minő, van-e volt ez a nóta, hogy mi pusztuljon el minden bána, táguljon az ózójuk. Hát ennek a dalnak is volt népszerűsége. De azért szerintem, azért szerintem abban nincs igazat, hogy tehát az, az rendben van, hogy bontsuk le a tehát legyen valami radikálisan más, mondom, de, de a pusztulást, a nem pusztulást mondom, nem akarják nevoldás. az emberek. Tehát nekem szimpatikusabb lenne, és én jobban tudnék azonosulni, bárhol a világon, és nem csak, ha, hogyha, hogyha ez, a, ez, a, válság, ez abba az irányba mozdítaná a dolgokat, hogy egy őszintébb ö, politikai a én élet. Én is de... elégedett lennék Ilyesügy, de erre irányú élek nem nagyon vannak. Vagy, vagy láttok ilyet? De miért? Tehát, hogyha ők rendezve köpött ki azt, ami most van, akkor miért akarsz valamit, ami nagyon hasonló a mostanihoz? Csak egy kicsit rosszabb. Most ezt, ezt a Amerikára értve, Magyarországra értve, nyilván nem ezt gondolom, de nem tudjuk. Hát, voltak mondjuk a középkorban is jobbágylázadások, vagy parasztlázadások, ugye nem az volt a cél, hogy valami, valamit fölépítsen, vagy mi, hanem én valami hasonlót érzek. Jó, hát meglátjuk. Minden esetre köszönjük a, a figyelmet, kedves nézőink, hallgatóink! Iratkozzanak fel a csatornánkra. A következő napokban egyébként elméletileg két podcast is fog készülni a, az amerikai választásokkal kapcsolatban, úgyhogy ezeket is nézzék majd meg, és köszönöm a beszélgető társaimnak, és köszönjük a figyelmet!